Sziasztok fiúk, lányok, Csonti vagyok, ez pedig egy újabb Hearthstone kihívás lesz, és a mai nap a gnóm kihívás következik. Most szerintem sok ember fog szeretni, mert a gnómokat mindenki szereti. Vagy nem. Vagy attól függ, hol szereti, mondjuk a kardunk hegyén. Na, de félretéve itt most a különböző faji előítéleteket, sajnos gnóm hős az nincs a játékban, ezért kénytelen leszek választani. Hát szerintem mágust fogok választani, mert ő már elég rég volt, és neki még talán gnómos lapja is van. A gnómos lap így elég ritka a hősöknél. Na nézzük. Na, mirror image, rögtön egy gnóm, úgyhogy jöhet. Tehát csak olyan lapokat választhatok, amin valamilyen formában de szerepel gnóm karakter. Sorcerer's Apprentice, ő is jöhet. Bár... nem lesz túl sok varázslapom, hogy őszinte legyek, úgyhogy igazság szerint ezt nem is fogjuk tudni kihasználni. Habár ennek olyan gnóm formája van, nem? Hát egy kicsi, szakállas, füles, szavazzuk meg gnómnak, meg különben is egy gnómot egy fireball-lal megküldeni. Teljesen természetes dolog, úgyhogy akkor két fireball az bekerülhet. Itt ez nem gnóm, ez nem gnóm sajnos. Hát ő itt, ő se gnóm. Ő meg nem tudjuk ki volt előtte, úgyhogy ő nem játszik. Na, jöjjenek azok a gnómok. Hát itt nincs gnóm. Ó, leprás gnóm, már is. Egy nagyon jó kis kártyalap. Ha esetleg nem lenne elég gnóm, akkor valamivel ki kell pótoljam viszont, úgyhogy lehet, hogy nem lesz. Ó, Knife Juggler, a legnagyobb szemétláló kártyák gyakorlatilag gnómokhoz köthető. Hát a goblin az majdnem gnóm, de egyelőre nem venném őt számításba. Ó, Milhouse Mana Storm, saját magunk megszivatását tökéletes. Pinsight Summoner, persze, hogy jöhet. Hát Alarmobot, hát gnóm méret, de nem gnóm. De viszont a Dalaran mágus az már gnóm. Akkor, kimaradt itt? Hát ő törpe. Ó, Mind Control Tech, nagyon jó kis kártyalap lesz. És ennek a paklinak az a különlegessége, hogy annyira, de annyira váratlanul, lehetetlenül rossz, szóval, hogy talán gyerek is vele, szóval nincs semmi se kizárva, de még kellene nekem 6 darab kártyalap. Lehet, hogy a goblinokat is be kell válogatnom, ki tudja, ki tudja. Hát itt nem látok több gnómot, még egy gnóm biztos lesz ugye a... Igen, itt van Galbi Megatork, a hős gnóm. De úgy tűnik, hogy jó, akkor annyi kitétel még, hogy a goblinok is játszanak. Jó, Venture Co. Mercenary, Godgestan Auctioner, és Booty Bay Bodyguardból 2. Azért az valószínűleg kelleni fog, hogy valaki felfogja azért a minket ért sebzést. Volt itt még goblin, valahol még kellett legyen. Azt mondja... Ó, oh, Mad Bomber! Hát, hogy a viharban egy Mad Bombert. Jó, úgy tűnik, hogy összeállt a goblin pakli. És akkor megnézzük, hogy ez hogy muzsikál a gyakorlatban. Szerintem ez egy katasztrófa lesz, de hát ha. Most nem rangsorolt megyek, mert ha nyerek, akkor megyek egy rangsoroltat, de nem akarom magam tovább lerontani azért. De mondjuk meg lesz úgyis a 20. szint, úgyhogy az új kártyalap hátoldal az meg lesz, de... Na azért jobb úgy a lelkületemnek, hogy azért magasabb szinten fejezem be ezt a szezont. Aztán valamikor föl kéne magam tornászni egyszer jó magasra. Na, egy rugó. Úgy tűnik, Fireball, Loot Hoarder. Rugó ellen vigyázz. Ó, de jó kis kombó. Lesz itt nem ulas. Kellene még goblin kártya, vagy gnóm kártya. Több gnómot a játékba. Petíciót indítok. Ho-ho-ho-ho! Jobs done. Viszont nála az érme.
Hát ezt a leprás gombot tuti leüti valamivel. Ide a bököt, hogy van nála valami ez ellen a kártya ellen. Kijátsza az érmét, és akkor a tőrökkel leüti. Vár, akkor sebződik négyet. És nem! What happened here? Na jó, nyomás gnóm, támadni, és itt a másik gnóm, a Loot Hoarder. Jó, következő körben egy Night Juggler, és mellé küldök Mirror Image-et. Az mi kombó, és akkor az ugye két idézésnek számítja. Jó, nem baj, azért kihoztuk belőle az értéket. Húzott egy lapot, hát oda se neki. Ujj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 
játékszabályokat. Ha így két knife juggler kerül a kezembe, akkor ez azt jelenti, hogy őket az ötödik körbe kell kijátszanom a mirror image-gel. És akkor mekkora késdobálás lesz ott. Uhuhuhuhu. Na. Nem tudja még az ellenfelem mi vár rá. Mondjuk én sem, hogy mit kapok mindjárt a fejemre, atya úristen. Mondjuk ilyen kis szar gnóm kártyákkal már elnézést a kifejezésért, de erre nincsenek az emberek felkészül, hogy valaki egy gnóm baklival nyomul ellenük. Na. Booty Bay Bodyguard, de én inkább kijátszom a Sorcerer's Apprentice-t, és akkor olcsóbb lett a Mirror Image. Következő körre. Nulla manáért. Ez a kártyalap előbb is jöhetett volna egy körrel, és akkor már talán most kijátszom a csoda kombót. De ez durva lesz, ez durva lesz. Nem hiszem el, hogyha nyerek. Na, érme, nagyon jó. Defias ringleader. Ajjajjajjajjajj. Szemét, kinyírták Kenny-t, illetve a Sorcerer's Apprentice-t. Hát ez rizikós, na jó. Almát a fejre. Ez mi csinál? Ja nem, ezt egy minionjának egy kerül. Na, kicéloz be! Jó, majdnem, és akkor most jön a kombó. Egy, kettő, három. Négy. Nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. Ez de jó kör volt. Atyagatya. És nagyon nem tudja szétauézni, és backstab. Fene a belé. Eviszkerét, a másik gnómom. Don't mess with Tusk. Tuskar. Jó, egyelőre meghagy. Milhouse-t nem játszom ki. Ha nem vagyok hülye. Azt mondja, hogy Booty Bay Bodyguard. Jó lesz. Na, most fog bedurcolni, úgy érzem. Mad Bombert. Játsszak ki minden kártyalapját, és akkor talán kijátszom Milhouse-t. Ujjajjaj! Jaj, szegény goblinom. Leüti. Na és akkor négyet sebződök. Sajna. És nem rakott mellé semmit. Na jó. Lássuk azt a random faktort akcióban. Eddig jó? Eddig jó? Nagyon jó! Szuper! Jó, és kirakok mellé egy sárkányos gnómot. Valamik az idézett egy sárkány, egy mechanikus sárkány. Csőrikét megidézte. Szóval az azért nagy bajom, hogy fogy a nafta. Tehát fogynak a lapok, és igazán nagyon sebző lapom nem is lesz. Ó, vagy az a... Az agent, ez nagyon szemét. Nem baj, sebződjél csak. Jó.
Leütöd a sárkányt? Nem, nem üti le a sárkányt. Most kéne a fireballokat felhúzni. Jó, majdnem jó. Na, akkor először őt lerakjuk. Akkor húzunk egy lapot, ez azért sokat szám jelenthet. Na, tessék! Na, és akkor most egy mind control. Jó, az agentöt vagy pedig a malacidomárt. Az agentöt vagy a malacidomárt. Léci, léci, léci! Ah! Fenébe. Nem baj, ezt leütjük. Ezzel meg betámadok. Hát most sok lényem van elől, úgyhogy neki muszáj lesz leütögetnie őket. Ajjaj. Ready, sir. Baj van, Houston. Jó, az meg hót. Legyengült, hát kettőt tudok sebezni. Ja, de még ő ötöt. Ó, és ez belém egyből szemét. Dalaran mágus. Jó. Ezt le. Ezt is oda. Milhouse-t ki nem rakom most, mert még talán meggyerem ezt. Hát mi lenne már, ha ezt meggyerném? Az nagyon oltás lenne. Mármint nem nekem, hanem az ellenfek. Na, nézd már egy gnóm ellenem. Mi a fene? Oké. Akkor ezt oda. Aj, azért ez az ötöt sebző Assassin's Blade, ez nagyon szemét módon jött most ki nekem. Ajjaj. Baj van. Na, ha most egy Firebolt felhúzok, nyerek. Fireball, fireball, fire... Mwah. Jó, azt is leütjük, azt is leütjük. Ó, köszi! Imádom a repairbotot! At the end of your turn, you do the damaged character. És pont a hősömbe gyógyított bele hatot. Hát mi ez, ha nem mázli? Jó, ez az. Gelbi Mechatork. Szedi áldozatait. A Ripper botom az így... ott van. Na most arra kell vigyáznom, hogy... és leüti. Jó, Device Ringleader. És egy Murloc. Jó. Na nézzük, mi maradt itt. Jó, Pinside Summoner. Jó, leütjük ezt a szerencsétlent. Hát, ezt beáldozni. Egy, kettő, négy, öt, hatot, nem. 6 meg 3, 9-et, 10-et tudna belém sebezni. Én meg akkor 2... Jó. Kirakjuk Milhouse-t. Ő neki akkor most minden varázskártyája ingyen van ebbe a körbe. Jaj, csak mondta, hogy nem sprintet húzott. Az akkor szívás lenne. Az epic szívás lenne. Mi? Nyertem? Ezt nem hiszem el! Nyertem a gnómos papíval! A gnóm kihívás! Siker! Aszta! Ez most tényleg váratlanul ért engem. Na jó, azért most játszok egy rangsorolt meccset, hogy ott elvernek. Hát ez azért most így már vért kiállt. A gnómos paklival nyertem, bakker! Hát Coel, ilyen fan pakliké a jövő, akkor ezek szerint. És ezt nem ám elpróbáltam előtte 15-ször, hogy ez így mű... Nem, ezt most raktam össze, így, veletek, élőbe. Ohohoho, paladin, nagy paladin. Keményebb dió lesz. Jó, Gelbin Mechator. Jó, azért hozzá kell tennem, hogy nagyon nagy mázlim volt ott, hogy még hatott belém is hílet a Ripperbot, meg... Volt ott azért egy kis mázli faktor, nem kicsi. Akkor, de akkor is. Nyertem! Ó, leprás gnóm. Oké, okay, well met. Jó, hát leprás gnóm ellen. Leprás gnóm?
Jó lesz ez, jó lesz ez! Finside Summoner. Ujjaj! Ujjaj! És leütik egymást a gnómok. Csodás. Ó. Jó, egyelőre kiegyenlített a játszma. Húzok azért egy kártyalapot. Neki is van gnópak, mi van? Csak így viccből már. Na jó, meghagyjuk ezt. Valószínűleg most idéz egy gyalogot, és akkor hát, ha leüti ezt, de ha nem, akkor... Ó, még egy leprás gnóm. Na ná, hogy betalál a késsel. A kis kés itt neki. Blessing of Wisdom! És még lapokat is húz. Nézd már oda. Ennyi. Na, először kirakjuk a Night Jugglert mi is, és most jöhet a Mirror Image, jó? Ezt, vagy ezt. Nagyon jó! Nagyon jó. Oké, okay, akkor nem tud tovább támadni, ha csak nincs nála egy Consecration, de miért ne lenne egy Paladinnál Consecration a negyedik körbe, mi? Oh-oh. Baj van. Jó, akkor most dupla lapokat kell rakosgatni. Szép sorjában. Jó. Hát, ha ezt a kettőt becélozza. Egy, kettő. Végül is ez se rossz. Bár ezt leüti azt utána. Hát, jó, áldozatok nélkül nem ússza meg, úgyhogy én... Hát, ezzel még talán le tudom ütni. Jó, inkább szabadítsuk meg a lapjaitól. Lennlévő lapoktól. Jó, hát még a konszekrál is azért az a sárkányidó már ott a konszekrálisban. Ezt túl fogja még élni. Ezt leüti a gnómmal. Kettőt sebez, és akkor ott még jön az ink. Ahogy kell. Vigyázzunk a paladinnal, mert tudja magát majd gyógyítani. Na, hogy legyen. Én megidézem ezt. Edőt. Na, jó sok golyómágnes van most a pályán. A golyómágnes alatt azt értem, hogy kvázi érdemes lesz itt becélozni őket. Ó, Blessing of Kings, az nem jó. Au. Na igen, de ezt nem tudom kivédeni. A sárkányom, te szemét! Ráadásul ez itt most öt körön át még fosni fogja magából a cuccokat. Jó, öt kirakjuk. Öt manám még lesz. Jó. Muszáj vagyok. Ezt levadásszuk. Ezt is levadásszuk. És akkor ennek egy HP-ja marad, amit ha leüti ezt, és akkor abba beledöglik. Jó, akkor így megelőztük a bajt, bár... Na ne már! Szegény. Ajjaj. Baj van, bár ott meg le fogom tudni ütni. Oké, az ott akkor megoldódik. Na nézzük, ezt leszedjük, ne maradjon kint. 7-5. Kirakok egy ilyet. Következő körbe pedig Gelbin Mekatork. És a banda egy leprás gnommal kiegészítve. De ha én megnyerek most egy rangsorolt mérkőzést is, az maga lesz az égi csoda. A gnóm paklira nincsenek felkészülve a játékosok egyszerűen. Dehogy hagyom elől. Oh,
200 bolondozó. Jó. Gelbin, tiéd a pálya. Mit kaptunk? Ó, jaj, ne. Ez szemét. Mondd, hogy Gelbin fogja átalakítani. De nem, idézd meg egy kártyát. Jó. Akkor van itt 20% esély. Ez az. 20% esély, 20% esély. Jó, még így jobban jöttünk ki. Na mi legyen. Most őszintén szólva támadnom kéne. De itt nagyon zavaró ez a... Na nézzük, hogy lesz ez, hogy lesz ez. Jó, őt le kell vadászni, mese nincs. Alszik a csirkém, behalok. Jó, kirakjuk őt. Húzok egy lapot. Őrült bombázó. Jó, az még jól jön később. Jó, belesebzek. És akkor ennyi. Na, és akkor lapelőnyben vagyok. Három kártya van a kezemben, csomó lény a pályán. Az egyetlen problémám az az, hogy itt van... Na ne! Na ne viccelj velem, ezt nem tudom mit legyőzni. Fireball. Azt a nem jóját. Ezzel mi az Isten csináljak? Jó, hát szerencse fel. Egy, kettő. Jó. Jó. És ez mennyit sebez? Ez 4, 5. Ez 6-ot sebez, csak jó, ezt ki kell rakjam. Na, az 5-öt sebez, és akkor azzal meg tudom ölni. Jó, maradok így. De pont behúzta Deathwing-et, ezt nem hiszem el. Hát mi ez? Deathwing. Ezt muszáj betámadja. Jó, és akkor ki tudom nyírni. Ó, és nem... Még egy lap... Még egy lap kellene neki, és akkor úgy... De nem hagyhatom elő, muszáj megölnöm. Pedig az mi poén lett volna már? Azt mondja. Ellopom tőle Deathwinget. Azért nagyon, nagyon csúnya lett volna. Szóval folytnak a lapjaink, elég erőteljesen. Mondjuk Deathwinget se gyakran látni a csatamezőn. Ami azt illeti. Aj, de az egész kompániámat lehalászta. Fenébe. Jó. Hát, áldozzam. Meg fogja ölni. Jó, inkább ütöm a HP-ját. Jaj, és nem sebeztem bele ezzel! Áááá! Na, mi lesz most? Raging Borgen. Jó, megidéz még valamit. Azt ott elveszi, jó. Sorcerer's Apprentice. Jó, ez még ott felerősödik. Au. Na jó, most ezt a lapot kéne ellopnom tőle a Mind Controllossal. Ja, de... Jaj, de leütötte azt is. Fenébe. Akkor húznom kell. 7. Ezzel nem tudok... Fenébe. 5... Meg 3... Azt le kell ütni valahogy az egyiket. Sehogy se jó. 7, 8... Nem jön ki. Muszáj vagyok abba beleütni.
Sehogy se jön ki másképp. Jó, legalább nekem három lényem maradt, így csak hármat sebződök, és a következő körben még talán... Jó, ki kell rakjam ezt a mind controlt, anélkül, hogy elhódítanék valakit. Na és jó, idéz még mellé valakit. Jó. Jó, és még négyet belém ütsz. Aha, jó. Na, ha most ezt át tudnám hódítani tőle. Az nagyon jó lenne. Na, náhogy nem azt. Na, nem baj. Hogy vagyunk? Kettő, öt. Jó, az, hogy meghal. Hát mindenképp van halál. De, hogy őszinte legyek, rá nagyobb szükségem van. Rá, úgyhogy... ez nagyon szoros! Hey, de nem jó ez így már. Idézi ezeket a parasztokat mellé. Uj. Na, itt mi lesz? Itt mi lesz? Itt még ki se tudom célozni. Jó. Ezt meghagyjuk. Őtte. Hát ezt beáldozzuk. Az a oltárán ő kimarad. És igazság szerint kirakom Milhouse-t, mert már olyan mindegy, mert bármit felhúz, az ki tudja játszani. Ha manás lesz, mert már a tizedik körben vagyunk, úgyhogy nem azt nem szoroz, és egy lapokat húzunk. Na, milyen van? Equality. Hát ezzel nem sokat ér most. Mindenkinek egy HP-ja van. Akkor viszont nyertem! Nyertem! És nem hagyta meg az élvezetet, hogy leüssem a fejét. Na mindegy, de emberek! Nyertem! Egy rangsorolt mérkőzést nyertem a Gnome Paklival. Na mi ez, ha nem teljesítettem a kihívást? Hát köszönöm szépen a figyelmet, remélem jól szórakoztatok. És találkozunk legközelebb egy új kihívásban. Addig is tartsatok velem, legyen jó napotok, és kártyázzatok sokat. Sziasztok!